Isten kidobni való! A többiek az államvédelmi székház elé mentek! Kipüstölik őket! A poznáni események, ahogy tudják, bizonyára valami ihletet adtak magyar forradalomnak, magyar októbernek, és Lengyelországban a lengyelek számára, a lengyel értelmiség számára, a lengyel alkotók, írók, költők számára a magyar október nagy generációs élmény volt. Felkapaszkodtam egy villamosra, elvégre, ha többiek is ezt tették, én miért ne tettem volna ugyanezt. És így született az UB-val, a lengyel AVO-val kapcsolatos jelszó is, hogy megyünk az UB-hoz. És ezen az utcán jutottunk el a Dombrovszki utcához, az UB-hez, ahol a később a tragikus események történtek. A 20. században a film művészet vált az egyik legfontosabb, nem csak szórakoztató, hanem kommunikációs formává is. Lényegében nézve az az esemény, amelyről nem készült film, az kis túlzással nem is létezik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egyfajta virtuális történetírás. Éppen ezért az, hogy filmekkel is felidézzük 1956 eseményeit, a forradalmat és a szabadságharcot, egy nagyon fontos üzenet, azt mutatja, hogy ennek az eseménysorozatnak a film művészetben is nagyon komoly leképeződése van, tehát nem csak arról van szó, hogy önmagunkat akarjuk látni a vászton, hanem arról is, hogy ez számos alkotót ihletett meg. Comrade Szabó, don't you know that listening to music is banned? No. Where are you living, comrade? Don't you listen to the radio? Listens to Radio Free Europe more. A témát azt a rendezőtársam Fesó Zoltán hozta, akiről azt kell tudni, hogy ő a 80-as években disszidált Magyarországról, azért, mert nem értett egyet az akkori rendszerrel, és benne tulajdonképpen ez az elmúlt évtizedekben érett, és ő a forgatókönyvírója is ennek a filmnek, és úgy érezte, hogy ezt az érzést, ezt a szorongó érzését a kisembernek, ezt ő így tudta magából kiírni. Tehát ez egy nem az 50-es években született benne ez az érzés, de ez a rendszerben egy valós évtizedek alatt felgyülemlett ilyen szorongó érzés volt, amit ő megpróbált ezzel megcsinálni. És tulajdonképpen a film rövidsége miatt itt ezt egyetlen egy szituációba kellett belesűríteni, ezt az érzést, tehát ez volt a nehézség, hogy ezt az egész szorongást, ezt meg tudjuk mutatni, de ehhez egyetlen egy jelenetre volt tulajdonképpen lehetőségünk. Foglalkoztunk azzal, hogy megpróbáljuk minél inkább azokat a dolgokat, amiket teljesen realisztikusan akarunk ábrázolni, azt korhűen megmutatni, de ugyanakkor ugye a film az egy szimbólummal játszik, a zene betiltásával, ami konkrétan így nem történt meg. Tehát itt a szimbólumnál viszont ugye megengedhettük magunknak, hogy már elemelkedjünk egy picit, valamint ugye mivel ezt mi angolul forgattuk, és ezt külföldi nézőknek szántuk ezt a filmet, mert úgy érezzük, hogy Magyarországon nagyon sokat foglalkozunk 56-tal, de azért a világ más részein is érdemes ez a téma arra, hogy ők megismerjék, és gyakorlatilag ezért néha el is tértünk szándékosan a tényektől. Hogy egy példát mondjak, hogy nem Rákosi képe volt például az utcán a falon, mert őt mondjuk nem ismerik a világban, de Sztálint mindenképpen, és azt gondoltuk, hogy ennyiben el lehet térni azért, mert mi leginkább az érzését akartuk átadni annak, hogy milyen lehetett akkor érni ebben a rendszerben.
ön és a diákjai egy filmmel mutatkoznak be ezen a filmszemlén. Nem könnyű feladat olyanoknak bemutatni 56-ot, akik még nem éltek akkor. Hát sőt, ezek a diákok, akik ezt készítették, nem csak hogy nem éltek akkor, hanem még ezt történelemből sem tanulták ezt a korszakot. Úgyhogy ezért is volt ez egy külön nagy kihívás, úgyhogy próbáltuk egy kicsit kreatívabban megfogni ezt a nagyon nehéz témát, és a film története tulajdonképpen két lány levelezése elevenedik meg benne 56-ban, egy varsói és egy budapesti lány levelezése. Először is a korszaknak az alapvonalait kell nekik megtanítani, úgyhogy ők még ezt a korszakot nem tanulták. Utána, mikor megvannak a tények, akkor meg kell tanítani nekik, hogy hogyan keresünk. Nyilván ez interneten történt elsősorban, hiszen itt mozgóképet, illetve képeket kerestünk, amiket a filmünkbe bele tudtunk szőni. És utána persze a forgatókönyv elkészültében is, a finomításokban, a korabeli nyelvhasználatban muszáj segítséget nyújtani. Akár egy ilyen film által közelebb kerül 56 a diákokhoz? Mit tapasztal? Szerintem mindenképpen. A mai diákok nagyon vizuális típusok, és sokkal szívesebben tanulnak, sokkal szívesebben néznek képeket, mozgóképeket, és ezáltal sokkal jobban bele tudják élni magukat a helyzetbe, el tudják képzelni azt a világot, amiről éppen a film szól. I do have to break your bloody record. Then you'd be in trouble. There's only one person who can be in trouble here. What if our leader changes his mind and makes it obligatory to listen to this particular music? Then I won't be able to. And when they ask me why, I'll have to tell them it's because you broke my record. Maybe. But in the end, you still lose.